Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapon a hálóról hallottunk az első tanítványok meghívása kapcsán. Picit elgondolkodtunk azon, hogy mit is jelent számunkra a tanítványság, és hogyan is valósítjuk mindezt András és Péter, Jakab és János nyomán. És nagyjából egyetlen szóban talán így foglaltam össze, hogy az evangélium vonzással terjed és nem térítéssel. És ma erre kapunk egy választ a nyolc boldogságban, hogy hogyan is történik ez a vonzás. Úgy is mondhatnám, hogy Jézus belevág a közepébe, amikor így meghirdeti országa programját, ugyanis teljesen más logikát alkalmaz, mint amit mi gondolnánk elsőre. Azt mondja, hogy én most, amikor meghirdetem az Isten országa programját, akkor nem közvéleménykutatást tartok, nem nemzeti konzultációt végzek, vagy nem folyamodok különböző felmérésekhez, és nem is teszek ígéreteket a népnek, hogy majd ilyen szép lesz, meg olyan jó lesz, hanem azt mondom, hogy odafordulok azokhoz, akikre általában nem is gondolnak az emberek. Egy tökéletesen más logikával szervezi meg ezt az országot, mint a földi logika. Úgy is mondhatnám, hogy Jézus szembe megy az árral, és már itt az evangélium kezdetén ez teljesen világos. Mert földi értelemben ezeket, akiket itt ő felsorol, mind-mind boldogtalannak tartjuk. Boldogtalanok igenis a szegények. Boldogtalanok azok, akik sírnak. Boldogtalanok a szelídek és az éhezők, az irgalmasok is boldogtalanok, a tiszta szívűekről nem is beszélve, azokról nem is beszélve, akiket üldöznek az igazságért. Ezek az emberek földi logika alapján mind sikertelenek, sőt, bolondnak nézik őket. Azokat, akik békességszerzők, elnyomják. Azokat, akik szelídek és alázatosak, kinevetik. A világ így gondolkodik. Viszont Jézus és az ő nyomán a keresztény ember, a krisztusi ember az Isten országának a távlatában gondolkodik. Mind-mind olyan dolgokról van itt szó, ami nem mérhető. Olyan, amiért nem adnak lájkokat. Ezek, amik itt felsorolásra kerülnek, mind-mind olyanok, amiért ebben a földi életben nem jár prémium, nem jár fizetésemelés. A héten volt egy kis kerekasztal beszélgetés itt a Signumban, az egyetemes imahét, az ökumenikus imahét lezárása kapcsán. Lelkészek beszélgettünk egymással, illetve a diákokkal, kicsit bemutattuk személyesebben is az életünket, a szolgálatunkat, és a végén volt lehetőség kérdésekre. Valaki föltette a kezét, hogy neki van egy kérdése. Azt kérdezte ez a diák. Mégis maguk mindezt mennyiért csinálják? Elgondolkodtató, de valójában reális. Hiszen már egy diák is ilyen logika alapján gondolkodik. A nyolc boldogság logikája totálisan más. A keresztények, a krisztusiak e világban élnek, de nem ebből a világból valók. A mi küldetésünk valóban az, hogy ebben a világban, ebben a sötét, meg háborúval teljes világban, és még sorolhatnám, hozzuk oda azt az örömhírt, ami minket igazán jellemez. És ez az örömhír nem ebből a világból való. Ferenc pápa azt mondja, hogy a nyolc boldogság az valójában nem más, mint a krisztusi embernek, a keresztény embernek a személyi igazolványa. Amit mi fölmutatunk, és azt mondjuk, hogy ezek vagyunk mi. Ez jellemez bennünket. Hogyha valaki ránéz erre a személyi igazolványra, akkor tudja, hogy ő hova tartozik. Ez egy teljesen más életstílus. Egyáltalán nem könnyed,
és egyáltalán nem felszínes dolgokról van itt szó, sőt, épp az ellenkezője. Az evangélium, mint ahogy Isten maga, mindig ellentmondásos. Ez az életstílus azt kívánja, amit általában nem gondolnánk, hogy ilyen. Mert Isten maga szegény. Ezért lehetnek boldogok a szegények. Isten az, aki sír. Ezzel ellentétben a világban nem nagyon látunk együttérzést. Isten a szelíd, a világ pedig általában ráerőlteti akaratát a másikra. Isten az irgalmas, a világ pedig igazságosztó. Isten a békét szereti, maga is békesség szerző, sőt maga a béke, a világ azonban fegyverkezik. Mind-mind-mind ilyen evangéliumi ellentmondás, ilyen evangéliumi paradoxon. Ez az Isten országának a programja. Ez a keresztény életnek és a keresztény embernek a programja, a tanítványságnak, ennek a bizonyos hálónak a programja. Furcsa. Mégis engednünk kell, hogy ez a nyolc boldogság eltaláljon bennünket. Sőt, hogy provokáljon bennünket. Ez egy örök, 2000 éves provokáció. Záró mondat és záró buzdítás. Ne csak csodáljuk ezt a nyolc boldogságot, ezt a néhány mondatot, hanem kövessük is. Ne csak csodáljuk, hanem kövessük is.